Szevasztok, Kocsász 90 vagyok, el is jutottunk a következő részhez, ami az alsó fallemez felszerelés lesz. Úgyhogy mindjárt a csomagban, ez így be volt csomagolva előre, csak én már előre kibontottam, hogy na az a... tudjátok, hogy menjen az, ne menjen az idő vele. No, miután megtanulok beszélni, folytatom. Jó, ezt itt szépen lehúzzuk. Nem tudom miért, mert minden másthoz nem adtak ilyen csomagolást, és nem tudom, hogy ehhez miért adnak ilyet. Na kérem szépen. Kipakolok ide mindent, azt elmondom, hogy mi micsoda, jó? Páncéltest alsó fallemeze. Vontatókampok. 1,7x7 mm-es csavarok. És ez 1,7x4 mm-es csavarok. Azt mondja, hogy mindjárt a vontatókampókkal kell foglalkozni. Itt vannak a vontatókampók, amiket szépen föl kell helyezni. Mert ez minden igaz, így lesz. És a vontatókampók meg így lesznek. Meg nem? Fordítva? Aha! Így lesznek a vontatókampók. A fény miatt ebből nem látok semmit, de megpróbálom megcsinálni, úgyhogy lássátok. Szóval ezek így lesznek. És túloldalról meg kell csavarozni. Na kérem szépen, akkor ez ilyen lett. Úgyhogy folytassuk is tovább. És azt mondja nekem, hogy ezt a jóságot, megpróbálom úgy csinálni, hogy lássátok jobban. Ezt ide föl kell csavarozni. Ha nem lesz hibás a fém, utálom én ezt. Fölcsentett fém szarságoktól. Sohasem úgy működik, ahogy kell. Szóval... ilyen, amikor fölhelyeztem. És akkor majd ez ahol ilyen szögben fog rajta lenni. Nem tudom megmutatni. Szóval ez ilyen lesz. Na, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Megcsináltuk ott a géppuskatust, meg mi egymást. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, szeretnétek mint több ilyen videót, iratkozzatok föl. Na, sziasztok! Nem tudom, hogy kiírta a telefonom, hogy az előző videófájt sikeresen nem tudtam menteni, úgyhogy nagyjából elmagyarázom, hogy mi történik most jelen pillanatban, még van feje lefelé fordítva, de aztán közben lehetséges, hogy mégis meg sikerül mentenem a felvételt. Na kérem szépen. Fölfordítottam a tank törzs felső részét, és hogy a tornyot most csavaroztam hozzá, úgyhogy ezt most vissza is fogom én ezt állítani. Ügyni. És most ilyen pillanatban itt tartunk. Itt tartunk, így. Fölhelyeztem ezeket a pántokat, ide is fölraktam egyet, ezeket a kapaszkodókat, túloldalt is van még négy. Meg a túloldalra azt a adás már most van súlya. Ez a túloldal, itt vannak ezek a kapaszkodók. Itt nincsenek fogantyúk, meg itt van egy ilyen szivattyú láda is. Úgyhogy ennyit raktam én most föl. Többet nem is kell. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sajnálatos módon minden bizonyja elveszett az előző rész, ha nem, akkor nem. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, ne szavaztok. Hello, sziasztok, Kocsász 90 vagyok. Hát ez most egy ilyen bejelentő videó lesz. A T-34x85 harckocsinak a maketjének a készítését hát be fogom fejezni. Anyagi gondok miatt
nem vagyok képes tovább folytatni. Még az utolsó videót azt megcsinálom, mint a látjátok, itt össze van vágva, úgy olyannak kell. Ja, bőven alul adom, úgyhogy minél gyorsabban kerüljön el tőlem, és hogy meg tudjak szabadulni tőle. Na, sziasztok!